A sportszó hallatán mindenkinek valami nagyon komoly mozgásforma, valami megkreált edzőtermi metódus jut az eszébe, és nagyon sokan ezért óckodnak a sporttól, és ezért érzik azt, hogy nem tudják beiktatni a mindennapi életükbe, mert azt mondják, hogy nekik erre nincsen idejük. Hoztam erre egy instant megoldást neked, ha kíváncsi vagy rá, kérlek tarts velem a videóban. Először is szeretném ezt a szót, hogy sportolás, átkeretezni, és nevezzük inkább mozgásnak. Én sokkal inkább mozgásformáknak szeretem ezeket nevezni, mert nagyon sok embernek van egyfajta ellenérzése a sportolásról, akár azért, mert régen, akár gyerekkorában élsportoló volt, versenyző volt, és az egész élete arról szólt, hogy sportolt, akár pont az ellentetje is igaz lehet, hogy egész életében nem sportolt, nem csinált semmit, és úgy van vele, hogy jó, hát én ezt nem ennyi év után akarom elkezdeni, én nem vagyok egy sportos alkat. Én is ezt rengetegszer hallom egyébként a tanítványaimtól. Először is tegyük tisztában, hogy mi számít sportolásnak, és majd az ellentetjét is, hogy mi nem számít sportolásnak. Rengeteg kutatás van arra, hogy már napi 20 perc intenzív mozgásforma is kiváltja fiziológiailag azt a pozitív hatást, amitől aztán sokkal egészségesebbnek érzed magad, sokkal fittebbnek érzed magad, és meg is tudsz szabadulni egy pár kilótól. Tehát talán ez a legfontosabb, hogy tegyük tisztába, hogy nem kell órákat tölteni edzőterembe, nem kell elmenni és egy vezetett mozgásformát végezni, és rászánni tényleg erre 2 órát, hogy az ember odautazzon, átöltözzön, edzőtermi bérletet vegyen, lezuhanyozzon, hazamenjen, és akkor tényleg azt mondom, hogy nekem nincs 2-3 órám erre az egész procedúrára napi szinten, nekem se lenne egyébként. Tehát, hogyha ez lenne a sport definíciója, akkor valószínűleg én se tölteném a fél életemet edzőterembe. Igen ám, de 20 perc tökéletesen elegendő abban az esetben, hogyha ezt kombináljuk, ezeket a mozgásformákat, és nem egyhangúan végezzük, illetve hogyha megizzadunk a mozgásformák alatt, és tényleg beleadunk valóban minden. Ez lehet akár egy kardio tevékenység, lehet akár egy tabata típusú mozgás, lehet akár egy high intensity interval training, lehet akár egy bármilyen súlyzós edzés például, vagy saját testsúlyjal végezhető gyakorlatok, és ami a leglényegesebb, hogy otthon is el tudjuk végezni ezeket a gyakorlatokat, hiszen akkor tényleg az a 20 perc, amit rászánunk a mozgásra, az tökéletesen működik, és át tudjuk mozgatni az egész testünket, már pedig azt gondolom, hogy 20 perce mindenkinek van, hogy mondjuk előbb fölkeljen annyival, vagy akár az ebédidőből kiszorítson egy 20 percet, vagy sokszor néha annyira fáradtak vagyunk, hogy csak bambulunk előre, és már is eltelt 20 perc, pedig a sportnak egyébként van egyfajta energiatermelő hatása is. Tehát tudom, hogy nagyon nehéz túllépni a saját határainkon, amikor fáradtak vagyunk, hogy na, most akkor kezdjünk el még sportolni is, de a sport úgy működik, mint egy dinamó. Gyakorlatilag energiát termel, és ezáltal sokkal fittebbnek és üdébbnek fogod magad érezni a sportolás után, mint egyébként a sportolás előtt, szóval tényleg megéri túllépni a saját határainkon. Hogyha ezt megtesszük már heti 4 alkalommal, akkor azt gondolom, hogy tökéletesen nyert ügyünk van. Nem beszélve például az olyan sporttevékenységekről, amit lehet, hogy nem is kell feltétlen annak nevezni, de mondjuk, ha a családdal elmegyünk hétvégén biciklizni 10 kilométert, vagy mondjuk elmegyünk kocogni a kutyánkkal, vagy mondjuk elmegyünk egy olyan kirándulásra, ahol azért intenzívebben, mondjuk meredeken kell felfele gyalogolni, vagy akár lépcsőzni, akkor simán meg lehet szintén az a 30-40 perc, sőt azt gondolom még ennél több mozgás is. Amit nem nevezhetünk sporttevékenységnek, vagy éppen napi szintű mozgásnak, azok viszont a napi lépés számaink és séták. Szoktuk mondani, hogy persze legyen meg a 10 000 lépés, és nyilvánvalóan ez is több, mint a semmi. Hogyha valaki soha nem mozgott, vagy olyan túlsúllyal rendelkezik, vagy bármilyen fizikai problémával, ami akadályozza azt, hogy esetleg komolyabb pulzus emelkedés történjen, akkor én is szoktam ajánlani például napi 30 perc orrlégzéses sétát a szabadban, ahol mondjuk a pulzusod nem megy följebb, mint 100. De azt gondolom, hogy ez azért nem az átlag eset, az átlag ember az nyugodtan azért egy picit jobban megterhelheti magát. Tehát attól, hogy mondjuk sokat rohangálunk napi szinten, az még nem váltja ki a mozgást, hiszen az is egy nagyon egyhangú terhelés, és mivel minden nap csináljuk, nincs olyan fizikai hatása a testünkre, ezért mindenképpen javasolnám beiktatni az olyan mozgásformákat, akár súlyzós edzést, gumiszalagos edzést, vagy bármi mást, ahol tényleg a felső és alsó testet, a törzsizmokat is egyaránt dolgoztatjuk. Ugyanez a helyzet alapvetően a fizikai munkával. Hogyha mondjuk valaki olyan fizikai munkát végez, amiben azért benne van az, hogy van egyfajta kalóriaégetés,
beszélgetés, nyilván ott az anyagcsere ugye fokozódik, hiszen nem egy irodában ül, hanem akár dolgozik egy építkezésen, vagy akár pakol folyamatosan raktárosként, bármi mást is említhetnék. Sajnos ez se tartozik azon mozgásformák közé, amire azt mondjuk, hogy ezzel ki is pipálhatjuk a napi sport, vagy a napi mozgás tevékenységet, hiszen ezek a mozdulatok általában egyoldalúak, és szintén nem szimmetrikusan dolgoztatják a testet, tehát ezeknek a mozdulatoknak nem is az a feladata nyilvánvalóan, hogy dolgoztassák a testet. Én egyébként minden edzésen azt szoktam ajánlani, főleg, hogyha alapvetően mondjuk 3-4 alkalmat tudunk edzeni egy héten, és ezt a bizonyos 20 percet mondjuk két naponta sportolunk, vagy két naponta mozgunk, hogy mozgassuk át a teljes testünket, és végezzünk olyan gyakorlatokat, amiben vannak megterhelőbb, izomtömegnövelő gyakorlatok is, akár saját testsúllyal, vagy súlyzós edzéssel, legyen benne valami gravitációval ellentétes mozgás, akár fekvőtámaszok, húzockodás, tolockodás, vagy akár fölugrások, és legyen benne nyilván olyan alacsonyabb intenzitású kardiotréning is, ami állóképességet fejleszt, ezt nagyon-nagyon jól össze lehet variálni, és akkor tényleg azt érezzük, hogy az egész testünket megdolgoztattuk. Hoztam neked egy tippet, egy 20 perces, teljes testet átmozgató otthoni edzést, amit bárhol, bármikor végezhetsz, és semmilyen eszközt nem igényel. Hogyha esetleg ez érdekes számodra, akkor a leírásban megtalálod a linket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál!